Csá, Pityú! Csá! Pont kocsi miért a csatolnába? Csak normális, te most csatolnás kocsidat. De normális kocsit megyél már, érted? Nem a Bökilux, érted? De meg ami hárommal megy, érted, meg beleesik a csatornába. De azért mondom, itt egy fasz a sport, kocsi 14-ért a tiéd lehet. Nézd meg, 14 ezer ez érted, az a frankó kocsi. Hát a kurva nem tudok vezetni, érted? Az muszáj hát kiszállni. Nem is kell. És ez gyolsz? Kurva gyors, hogy sport kocsi. Próbáld ki, tessék. Ez a kurva nagyban élted, hogy gyolsz. Nem olyan gyors, érted? Ja, már nem olyan gyolsz. Már nem olyan gyorsabb, mint a te kocsi. Csak meg a figyik, meg a csajban. Nem állsz rá a kocsival. Nézd meg azért, érted, a kis ribancsok azért szopkodnának. Szajok alapban tapadnak, érted? Ez szőlőszök összöm. Félti vagyok, érted? Hát ilyen átkosszós, ez nem opciós, majd ezt megveszel, úgy fogják cuppantani a szőlt róla, hogy öröm lesz nézni. Mikor jön az a 14 ezeret a tiéd lehet. A fogukkal rágják le a faszodra a sört, Csicsi. Nem, ez nem figyel rám. Érte, nincsen lá az ém. Dehogy nincsen. Majd jön nem sokára szerintem. Nincsen lá az ém, érted, hogy kurvala nem tudok megvezetni, érted? Most elmegyek meg, hogy tanulni, érted? Nézd meg, hogy ezt hogy lehet vezetni, érted? Figyelj, elmegyek vele, mondom aztán, de hadd próbálj. Nem lesz drága, tess, hogy ezres lesz. Nincs már kijönti. Nem hisz, jó az áll. De hogy nem jó az áll, hogy sem. Szal az áll! Tesó, menj el dolgozni! Most is apróltam. Hát de nincs egy szal! Ugye ma, Anti? Na. Nincs véletlen másik drift out? Szal az áll! Nincs. Túlzsa csak már én! Szal, nem jó! Ez melyik zene? Van nem nyílik. A Delos. Ja, Dillor. És akkor Antti a súszkúcsot most nyomt hosszá. Dillor zene. De ne, ne nyitogass már az árat. Hát de... Istenem, de hülye gyerek vagy te. Kuvas kutya! Tessék, hülyében. Viszont jó? Ja. De van az árakkal. Na, tudsz vigyük el, próbom a körre akkor. Hát lesz szerintem a vizet. Okosan, Csicsi, mert nagyon sok pénz lesz a csőszitrőt. De várjál, ez kurvára nem automata, élted? Szóval Antti üljél be hátulra, hát nagy vár, hogy a kuvasz megegye. Vigyázz onnan! Végén a kuvasz megrágja az üléseket. Elnősé már kuvasz kutya! Ebben nem lehet beülni, érted? Tényleg, ez ilyen díszülés. Szia, Rigém! Ha most ezt, most hanyaszba vagyok, élted? Hát, ahogy elnézem, négyezben. Hát ez kalapszal! Na, hát ugye, hogy megy. Ez kurva szal, élted? De hogy szal, csak mi mit csinálsz? Ó, packi. Packi. Kurva szal a... Kurva szal a manuális változ. Én kurva gyorsan el kéne menni, élted? Inkább nem váltok fel, élted, mert kurva le nem tudok úgy vezetni, élted? Nem váltsa el fel, csak majd persze, hagyj égén a lassú tempóban. Szerintem a visszapillantóban látom, hogy jönnek, érted? De csak kapják be. Te mit csinálsz? Jó estét! Jó estét! Jó estét! Szia estét! Persze! Hát uram, kaptunk egy bejelentést, hogy egy ugyanilyen gépjármű ugyanebben a színben. Belement a kollégába, és ott biztos, megtett. Ő volt biztos, piszti. Hát alkoholista. Magaszállt ki onnan. Én? Persze azt mondta, hogy kurvala jól lenne egy numela, élted? Hogy jól lenne kicsit copizni, meg ilyenek, élted? Ezt mondtam, hogy nem vagyok prostituált, élted? Én csak szétállok, persze, megyek enni egy szendvicet, élted? Azt azt mondta, hogy jó, hát kurvala be van bacva, élted? Boci, és akkor mondta, semmi baj, és akkor... Ezt akkor én szétálltam, nem tudom, érted, én nem tudom, mit csinál. Aha. Jó, hát ő... Nagyon éjszak. Igazolványt tudnék kérni. Egyértelmű, egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű, teszik. Jó, el is veszem, köszönöm. Alkoholista, érted? Tizia Carles de Long. Persze. Alkoholista, büdös. Mikor született? Le van írva, érted? Mikor született? Egészséged. Jó napon. Hát ezt akkor... muszáj megkérdeznem. Miért muszáj? Lá van írva, érted? Hát de nem tudja, mikor született. De, én
Persze, hogy tudom. Nem ismeri a számokat. De ismerem, értem. Ja, hát akkor ezzel kezdje. A gépjármű Dudás Antal nevén van. Igen, ő akarja eladni a kocsit. Ezt kinek tisztítani? Csak neked. John Dillinger lennék. Igen, futban, ő neked akarja. Nekem nem kell koci, főleg nem manuálos. Szóval akkor az meg, ha beszállsz, úgyhogy... Manuálos változ, alapból nem kell érteni, én csak automatát vezetek, érted? Tehát ez már megdőlt, érted? Ez lágalmazás. No, uram, maga vezette a gépjárművel, szabad kérdezni? Nincs jogszín. Rakja el a fegyvert, a jóisten megfizet. Mit vesznek el éles nőfegyvert? Nyugodjon, mamma. Nincs jogszín, nem is szok vezetni, érted? Nyugodjon még, Dillinger. De most mi van? Jó, megnyugszok. Nem bír vezet? Sebastian úr mindenféleképpen, csak megjettem a fegyverét. Nem. Autó, gyanús érti. Nem magának. Gyanús? Jó van, uram. Köszönjük, meg vagyunk itt. Köszönjük. Nem kell. Intézzük innen, uram. Köszönjük, Sebastian. Uram, egy pillanatra megkérem szépen akkor... Ez melyik úl? Mondta, hogy nincs jogosítványa? Nekem nincs jogszín, nem is tudok vezetni. Miért vezetnék, érted? Teljesen megdőlt az egész. De a bejelentés érkezett, hogy... Hogy ezt a robogót, amivel egyfolytában járt? Hát piszti, az lobogó, nem koci, nem manuális változ koci, érted, piszti? A kocsival belehajtottál mutka az áramba, vagy mi a tökömbe? Jó. Akkor elmondanám, hogy miről van szó mindenképp. Belehajtott egy az autó rendőr kollégánkba, arra érkeztünk ki. Azt láttam magát, uram, hogy kiszállt a vezetői ülésről. Maga vezette a gépjárművet, ugye, uram? Ne, szerintem rosszul láttad, értem, az egy jogkormányos szal, érted? És megállt ez a cáv, ezt mondta, hogy cáv, piszti vagyok, szeretnék copizni, meg ilyenek. Ezt mondtam, hogy 17 éves... Szabát tökét szeretném bizonyítékon van. Nem vagyok 17 éves, nem vagyok 17 éves, és nem vagyok fél-fél plusz, és azt mondta, hogy jó, csak... Bocsi, csak nem látok már szemét, ma alkoholista vagyok, és... és... Mondta, hogy akkor cár, ezt mondom, semmi baj, cár. Dillinget engem ilyenek ismert, most őszintén. Nem is van, nem arról. Hát, uram, hát, tisztelgratuláció. 17 éves vagyok, még jogszínt szint. Figyelj, én is értem, fiatalság, bolondság. Nem arról van, hogy nem akarok itt szankcionálni mindenféle. Persze. Szóbeli figyelmeztetés akarok adni magának, érted? Csak ne nekem adja a piszinek, én nem vezettem, érted? Szétállom. Ennyi szakmai tudás után, én amit látok, azt látok. A Szentírás, értette? Én láttam, onnan szállt ki a volán mögül. Nekem nem mondja. Persze, mert megállt, érted, befalolt, nézd meg a járdánál is, akkor mondta, hogy szeretnék copizni, ezt nem éltettem, érted. Na jó, cicu futban, ezt most fejedben, cicu. Bántalmaznak a léleted, most elmentek. Azért, István, azért 18 éven alul, jó, azért vigyázzál, István. Vigyázzál. Szóbeli megrobás. Szóval, én csak egy szóbeli figyelmeztetés szeretnék, hogy figyelembe. Szemi, köszönöm. Jó, rendben, hogyha ragaszkodik az úr hozzá, persze, hogy ne. Elkapom még egyszer az autóba, uram, vagy megbújt velem, értettek? Persze, szihetnem kell, mert szomjasz vagyom. Te mehetsz a Dillinger. Csak kis kuvaszkutyának akarod. Kuvaszkutya, szopjál, Anti. Az milyen kocsi az? Az is egy új kocsi? A kurva életbe. Uram, álljon meg egy picikét. Hát ott azt mondták, hogy ellopta azt az autót maga. Micsoda? Jöjjön már vissza, hát ezt tisztázzuk. Hogy szólok el valamit, amit... Hát hát jöjjön. Nem tudok vezetni, értem. Hát ne nekem mondja. De köcsög. Köcsög. De az úrnak, aki most jött ide. Értem, persze. Én is mondtam neki, hogy légyottam, próbálj ki meg mindent, de hát gondoltam... Miért loptam? Most miért mondtad ezt, hogy elcoltam? Hát miért, mert visszahoztad? Én nem coltam el a piszti, megállt, hogy szeretne copizni, érted? Ezt mondom, nem ő férfi prosztit. Te mondom, én meg ide jövök, azt akkor azt láttam, érted, hogy így sétáltuk el, érted? Én sétáltam, én nem kocikáztam, érted? Nem tudok vezetni, érted? Most vágom, érted, hogy te nem tudsz vezetni. Lássák, Dillinger, ezt is elintézte, uraim. Ott az autó, megvan Antal, értette, én megkapta az autóját, visszaviszik helybe. Az úr kap a szóbeli figyelmeztetést helyben itt. Most még egyet, már kaptam egyet, érted? Most akkor hányat kettő kapja az olyan érti, mint a Szentírást. Értem, az érti. Érti? Mhm. Szóval... Mint a Szentírás, tudod, mint van. A Szentírás. Kérd meg az Antalat is, hogy mondjon rólam egy-két szót, hogy mennyire kell tőlem tartani. Mhm. Dillingertől nagyon kell tartani, érted? Tudja, mint a Mátyás király, igazságos, de szigorú. Értem, szeretem Mátyás királyt. Ezt már szeretem. Antal uram, fényképe még megvan-e? De meg, persze. Rohadjon meg Dillingert. Fényképpel együtt. Természetesen. Jó van, Fázikus uraim, menjenek Isten hírébe. Munkánkat elvégeztük, fehér herceg, behetünk innen. Persze. Egészséget, köszi! Viszontlátás. Most azért meg fognak verni. De emlékszel, mit mondtam, kik sétálnak? Szólók! Na és? Nem ide kell?
Szóló vagyok, élted? Ja, tehát most sétálj, csorogoljál. Persze. Csá! Szóló... Mit mondod? Szóló... Csóró kutyák? Vagy mi? Napisti. Ja, ezzel is felejtettem, hogy itt van. Oh! Szegény cég! Elütött egy 17 évest! Ez kurvá a fáj, Pisti! Na, úgy de leszurkáltatom, baszi. Ah, kurva! Csaló! Nézd meg a nyomorútet. Elütött a Pisti! Keci leesett a kép, az meg. Elütött a Pisti! Te nagyon fáj? Nagyon kurvá a fáj, érted a szeggem. Ó, a szeggem. Maszíroz meg a szeggem. Te biztos meg fogom maszírozni normális. Gyorsan lész itt, nagyon fáj, érted? Becípődött az ide. Érted? Gyorsan ki kell lopantani a szeggem, maszíroz meg, léci. Fú. Te hívtam mentőt, úgyhogy üljél le, jó? Hú, Piszti, most mész a böltönbe. Ez miért mennem meg kiugrasztál, mert normális vagy? Jáldán, hogy uglok ki eléd őszintén, Piszti? De hogy ugrottál ki? Ott maszkál, ott mentem, Jáldán, szétálltam! Jáldán, hogy uglik ki eléd egy ember, érted koci elé, ha Jáldán szétáll? Kiugrottál, mi az, hogy Jáldán sétáltam? Van rá bizonyítékot, hogy Jáldán sétáltam? Igen, van rá bizonyíték. Szerintem nincs. Ez mész a böltönbe, Piszti, most csak mondom. Szerintem te mész, mert hazudt félrevezet rendőrségeket. Persze, lendőrszégekhez? Igen, több lendőrszég van? Hogy elütlek. Piszti, több lendőrszég van a fejedbe? Én csak kérdezem, érted? Igen. Gyorszor, Anti, masszírozd meg a szeggem. De masszírozza meg a... Tudod ki masszírozza meg a senkedet? De miért? Kis fokhagyma szeggem van, érted? Tili szeggem van, nem? Jó, van, biztos, hogy figyelj, biztos, hogy kiállást csinálni, biztos, hogy érdekelne másokat. De majd mindjárt jön a doktornéni, érted? Vagy a doktorbácsi. Masszírozd meg a szeggem. Ki fogja masszírozni a seggedet, érted? Asztal. De mindjárt megmasszírozom a segged, várjál, vigyázz is fel, hogy masszírozzam meg neki. Masszírozd meg. Ne se! Jó, kiroppan! Kicsit jobb éden! Mi csináltatok fájt? Mentőszúr, hívjon lendőlt. Hívjon lendőlt, mentőszúr, a piszti elütött bosszúból, érted? Bosszúból. Hívjál lendőlt, gyorsan, mert bántanak, érted? Nem próbált engem rágalmazni, és fogta kiugott az autó elő, hogy neki legyen idő. Persze, piszti, gyálcacak, gyálcacak. Csókolom. Hihetetlen. De most ki ne hív már rendőrséget? Csókolom. Hív ki a rendőrséget. Piszti megy a börtönbe. Gyertek majd, de sokan, mert a... Szokan. Nincs itt semmi. Bántalkozás minden. Szokan. Á, olyasmi. Jön Aladin. Piszti maradni szóban. Megjön. Megbuszígatlak. Köszi. Csoki. A szeggem. Hú, a segged? Várjál. A szeggem. Rendben. Szerintem az van, hogy a cici ezt kiást jelni, érted? És akkor egy nagyobb kandúr kapta el. Nagyobb kandúr. Azért fergődik itt. Jövök itt, érted az autóval, próbálom ezt a kocsit. Láttam ilyen kocsit? Amúgy láttam már, de nem ilyen formájában. Az, hogy csak nem ilyen formájában. Ez kit érdekel a kocsi, mikor elütött a piszti, érted? Most kit érdekel ennek a kocsi? Nem azt adtunk nekem. Hát de jó, de segítünk már. Hú, piszti érdekel, gatya. Kinyír a tom, geci. Hívás, hát nehogy már, de zsekát elő nem menjetek el, most végetek önöknek. Fár nem mehet, hogy érted, hogy hogy vagyok, mondd ki, hogy vagy. A Piszti elütött, a Dillingelt, hívják ide a Dillingelt, elütött a Piszti a bosszú. Ó, Leó, baszd meg, te kellettél, a büdös picsában. Kaptak egy beletés közben, hát igen, értem, hogy volt múltban. Hogyha olyan keresni fog, hogy egy úriember, akinek egy Tech Knight húztam ki a seggéből, akkor... Hagyd már, hogy geci, várjál cseppet, hagyják egy fotót, hogy ez szórót. Szólok, hogy én elettalak neki, mert specializálnod vagy a... Így van, annál tonádóra bármikor. Ott megy a Piszti elütött hátulról, érted a Jáldán? Azt kapjátok már ezt a gyert, mert ott megy, hát az ütött el, basszát. Ójj, de fáj a szeng. Leó, mert nagyon! Tisztáltam az 17 éves vagyok az barátnője. Van, igen. Ide, ne is üljünk a fekvőt. Kit érdekel, hogy van barátnője, mikor a földön fekszik, érted? Engem érdekel, hogyha szakítanak, gyomál meg a számát, köszönöm. Barátnőről szépen szövege ez pont most, de a facod lóg a számba, érted? Nagyon csinos. Tudok segíteni, doktor úr, segítsen. Tudt, igen, gyere, hogy szedjük össze csorot. Bejúlok ide a hónajjal, akkor... Na, én meg a másikkal, szépen itt ilyen kis hasonfekvés, hogy valahogy... Ez maladandó.
Az pont segre üsd mikor a segget fáj! Jaj, lefekszek én. Fogyatékos lettem. Gyere egy picit itt. Fogyatékos lettem. Lecsapom itt a nacidat, gyere segítek óvatosan, hagyd nézzem mi a helyzet, mennyire. Elütött Piszti! Elég vörös itt végig fel a tért hajlatot, hú, bassz meg. Szeggem, ó, hát figyelj, keszek kúpot egyébként? Persze, szeretem. Hát az a kúpa, hogy elnézem. Piszti, ne hazudjál, Piszti, mert hallom. Á, nem, és ahogy elmentetek, lendül bár, ahogy elmentetek, azon a hátulról elütött a járdán, érted? Ideig lepültem. Na figyeljetek ide. Istenem, melyik? Elütött, a Piszti. A Piszti azzal a piros kocival. Jó, elütött. Emberek, menjünk, nézzük meg a gépjármű, bármi sérülés van. Bossza! 17 éves, szóljuk, az előtt egy 17 éves. Most milyen emberek elkállnak az utcán, érted? Jó, most mondom, nyugalom, nyugalom, ne törődj, mert benyugodó faszomba, figyelj ide. Ha itt menjünk, itt a szombocskárat, mennyire fáj, nagyon sikít az, hogy kevésbé, hogy érzed? Kicsit nyomász, érted, nyomász? Értem, értem, jó, most pacek, figyelj ide. Adok egy ilyen, hát nem is tudom, ez ilyen alövárás kóbalzsamos téma lesz, ez kis hűsítő lesz meg minden, ez kurva jó az kezdésnek. Na most nem akarlak itt megkúpolni, érted, most 17 évesen ne csinálj még, mert később jó lesz ez, érted, 60 éves korodban. Aztán szépen itt jó, belét masszírozom, de hát ez szóljál, hogy csikiznek ilyenek. Kicsit mozog a tígyó, érted? Az, hát a hideg miatt az amúgy normális, de azért tarts kordába itt a kakaskárat meg ilyenek, hát érted. Leó, ez nincs hozzá, az meg, hogy nagy baj legyen, az meg. Persze. Nem bírja az ilyesmit. Jó érzés, érted? Légfogdoztatott alul, az is anyám volt, érted? Az meg, hát figyelj, de én sem szeretek így kis fiatal embereket fogdosni, de hát nem az meg, hát muszáj, így van. Előtt a Piszti. Normális az ilyen ember? Na figyelj, rágyom, hogy a másik cik foghagymácskáthoz, itt, megnyomom itt. Ú, az kicsit jobban fáj, kicsit. Na várjál, akkor ide veszünk valami komolyabbat, mert van egy kis steroid is. Kicsit jobban fáj, érted? Belekeverem, baszd meg a kenő is, besokalsz. Ezt miért teszed hozzá, hogy most... baszd meg, érted, csak kérdezem. Hát, mert nem tudok szépen beszélni, érted? Érted, nem tettetek meg. Az, hogy hát próbáltad, elmét össze, meg hát... Kérdeztem, érted, semmi baj. Nyugalom, persze. Na, figyelj ide, ezt most amúgy... Ülni fog a börtönbe, 17 éveseket üt el, normális az ilyen? Majd elintézem, ne törődj. Leó beviszi. A lobogómat is elvitte, érted? Lopogó, egy ideig lobogó volt, ilyen? De ez enyém, csak nem itt volt, érted? Ide hozta, ja, érted? Aha, na jó, ne törődj, bevisszük. Leó majd kezelésbe veszi bent. Csácsom, szia! Óvatosba. Na gyere meg itt is, csapat azért bekenlek, várjál. Itt most picit azért feljebb kell nyúljak, mert hát most igen, kicsit azért, mint hogyha lenne egy kis ilyen kis, hogy mondjam, véraláfutás a popsidon, úgyhogy ezt most... Semmi baj, nem rossz érzés, érted? Hát remélem is, de rossz dolgokat nem szoktunk csinálni. Max, te mivel, de hát az más kérdés, érted? Ne kell vinni a fiatal embert a kórházba? Nem hiszem, túléli. Erős fiatal ember, érted, látom rajta. Gyorsan gyógyulok, érted? Persze. Persze. Na, így, hát nem tudom, most... Most nem mondom, hogy vegyük vissza a natriumot. Milyen súnya rendőr! Szívódjon be. Úristen! De azért gyere segítek fel, hogy azért megy el. Köszi! Milyen súnya! Megmaradsz? Hogy érzed? Ó, szóval egyensúly? Stabil? Stabil, érted? Stabil, mint ott, a fűnek az ára az utcán, érted? Csak vicceltem. Fűnek az ára? Na, mennyi? Szóval vicceltem, szemét nem tudok, a Piszti mondta mennyi, érted? Ezt is ő mondta? Persze, keleszkedik, szok minden, érted? Na, megmondhatom, lehet nála valami? Na most várni, felveszem a Lucit. De csak óvatosan, ne jelkednek a Lucit. Felveszem a Lucit. De most mondd el! Most mondd el, Lendőrbá! Normálsz az ilyen? Normálsz az ilyen? Leót. Ho-ho! Ezt meg! Oh. Ah, csüpp, ezt, oh, húpp, ezt meg! Hát csöppet, igen, elszúpja már. Várj egy picit, beszélek itt a Lendőrbával, ha felveszik. Kiszok egy kólát, érted, kulvaszom, vagyok. Jaj, ne finom. Lementem a vércuklom. Piszti, te normális vagy? Szerintem mit? Azt hittem rágalmazott, hogy én vagyok normális. Mész a börtönbe, szétállok a járdán. Addig szeretném azt látni. És hátulról elütsz, normális vagy? Persze, biztosított. Igen. Helyzet az, megnézzük a gépjárművet, fényképeket készítettünk, mint beraktuk a bizonyítékokban. Igen. Gépjármű vérfoltokat találtunk. A gyilkosság egy kiszélet. Hát, nekem ment korábban az anti, igen. Vérfoltok? Jaj, magát hitte meg? Hát akkor hogy nincs érülés? Alá, mint az orvos, hát nem, most korábban. Mi a börtönbe, Piszti? Ki kellett hívni a szarolót a HKS-ből, mert neki mentünk a falnak. Szociopata, élted? Nem normális.
Hát, ebben nem tudok beleszólni, mert nem láttam az esetet. Így szétálltam, élted? És hátul elelőtt bosszúból, élted? Normál lesz az ilyen? Hogy bosszúból? Mit tett korábban maga? Hát mert... semmit. Csak lám akarta fogni, hogy én vezettem a Veldát, élted? És pedig csak itt szétálltam. Elütött hátul. Nézd meg a szeggem. Kurva fáj. Lehet. Fogd meg a szeggem, ott fáj, bal oldal. Nem tudom, hogy ez a helyzet. Ó, persze. Nem normál ez az ilyen. Börtönben van a helye az ilyennek, érted? Most majdnem mondta, hogy hülye, érted? Majdnem csúnyán beszélek már. Hát igen. Nyílt utcán, érted? Ilyet csinálni. Hát, ezt nem tudom el. Remélem meglód a börtönbe. Nem biztos, hogy börtönbe fog kerülni. Hát az szomorú, mert gyilkossági kísérlet történt, érted? Filmekben is ez van, érted? Uram, maga melyik jelentezette ezt a motort? Nem, gyalog szétálltam, érted? Ezt elcolták, ez a public nem volt, ezt idehozták. Ha? És a piros gépjárművet azt maga azt a piszti, vezette, én piszti, én nem vezettem korábban, a piszti vezet és elütött. Piszti, te vezetted azt a gépjárművet és azt az utat, hogy én szopikázni akartam benne, hogy a te szomaidna érjek. De és akkor sem most arra, hogy elüssed szerencsétlen gyermek. De hogyan jutottam volna? Gyilkossági kísérlet. Persze. István. Beismered, hogy elütötted? Csak nem, mert hazudik. Persze. Arra jöttem vissza, hogy itt petreng a földön. Persze, csak úgy jeleztem, nem? Igen. Gyalog. Nem? Piszti? Már bocsi, de te mondtad, hogy rokkal nyugdíjat akarsz csalni, hogy az állam fizesse ki neked. Persze. Na, aztán persze, mert 17 éves embernek így pörög az agya, hogy rokkal nyugdíjt kérje, hogy az is témat ismert. Az ezt beszélték, ott az látom, hallottam. Az a kérdésem, kérkezett ide az a Veszpába. Ide hoztam a Veszpáját, mert láttam, hogy ott fetreng. Ja, mert elütöttél, élted? Az igen. Mivel a Veszpával? A piloszkocival ütöttél el. De úgy, várj, uram, mondja, maga le volt szállva a robogórus, úgy ütötte, vagy a robogóval közösen... Ahogy elmentetek, érted, ahogy elmentetek, csak 10 méter szétálltam, érted, és hátulról elütött. De persze, láttam, hogy ott vannak a rendőrök, már biztos el foglak téged ütni. De mert ők már elmentek, érted, és akkor? Normális okay, szóval. Értsük meg a szituációt, akkor maga 10 méter sétált. Hogy került ide a robogója? Azt mondja nekem, mert nem hiszem. Mondta, hoztam, most mondtam, hogy idehoztam. Neki már látom, hogy ott feltelen. Érted? Elütött, ja. Elütött, oda elment, érted? És ezzel visszajött, és még belém is lúgott. Én? Te miként beszélsztem? Belém lúgtál, mondta, hogy fáj a szege, meg mondta, hogy börtönben a helyedben. Már normális vagy? Gyere, most hívjuk ide az orvost, kirúgott belé, az anti, az orvos is az anti, a nem. Látta. Feküdtem a jó, földön. Jó, akkor én most ide hívom az orvost. Feküdtem a földön, és a beton néztem, érted? Igen, nem láttam, és még meglúgtatok. Normális vagy? A rendőrséget, mert az anti beléd rúgott, a szerencse volt. De én a beton néztem, érted? Nem én láttam, kirúgott meg. Most miért nem kerül az ilyen börtönbe? 17 éveseket üt el az utcán, normális? Legalább a jogosítványát legalább vegyétek el. Az autón sérüléseket ja, láttunk, Facebookat láttunk, akkor nem tudom, hogy friss sérülés van az úron, szállt valahol megütte hátúrú, természetesen, de... Tényleg a jogosítványt el szokták venni, érted? Vagy börtön, meg gyilkosszági. Istvánnak is joga van, hogy megvédje magát, érti-e? Persze. Pontos bizonyítékon még nincs, hogy magát érte-e, de intézzük, intézzük. Igen? A képő úriember is, nem, nagy cigek, igaz? Piszti! Ha? Nem tudom, eléggé, hogy mondjam, nem stabilan áll a lábán, illetve itt a doktor is javasolja, hogy esetleg egy szondát tudom megállni. Így van. Na most beszéljük ezt meg? Mert ilyen, na, doktor, hívtam a rendőröket, elvileg, ugye, Anti, hogy hívnak tesóm, hogy szólítatlak? Tici! Tici, jó. Mint a, izé? Tici. Ticia, Ticia Kálesz. Na. Puszillak, oké, megbeszéltük. Akkor, ha jól értem, most a kékhívő ember azt mondta, hogy téged ugye megrúgott valaki, amit amúgy én pont nem láttam, mikor visírtam a zsekákat nagyba. Persze, te is mondtad, hogy mit csinálsz, normális vagy, emlékszel át? Te is mondtad, hogy Ulisz, mit csinálsz, normális vagy, te is mondtad? Ja, kölyök, arra kiabáltuk rá, hogy mit csinálsz? Igen, igen. Emlékszel, amikor a gyereket segben rúgtam, mondta, hogy fáj segben. Anti, mit csináltál? Le az ugye már te is. Piszti normális, még meg is lúgtosz, érted, vagy most kilúgott meg? Meg is lúgtosztad. Na, melyik lúgta meg a gyermeket? Hamar felnőttek, vannak vállalják. Tényi! Ja, én. Én kiroppantottam a hátát, érted? Na, ezt mondom, látod, igen, össze-vissza rágalmaz engem ez a gyerek minden hülyeséggel. Én rágalmaznak, te normális, hogy bőtlen van a helyet, 17 éveseket ütsz el az utcán, érted?
Igen. Akkor is egy gyermekkel beszélgetsz, érted? Egy kicsit legyél felnőttebb, szentség. Hát én felnőttebb leszek, de amikor itt találom az engem, akkor azt nem fog az eltűnni, érti? Aloka! Egészséged. Amilyen sunkba megérkezett, uram, meg kérem szépen, menjen vissza, és állítsa a gépjárműket menet irányba, a szentségit. Köszönöm szépen. Hát én nem érzettek. Rendet csinálok az utcán. Mit mond? Nem érzettek. No, megkérem, rendőrintézkedés van, kérem, kicsit hátráljon, jó? Köszönjük szépen. Jó, akkor Antal, van neked egy ilyes kis bírságot, mert itt akkor a doktor úr is elmondta, hogy... És maga is elmondta, hogy fizikailag bántalmazta itt az urat, jó? De igen, Antal uram. Így van. De nem bántalmaztam, mert azt mondta, hogy roppantsam ki átad. Ha bántalmazom, akkor így csinálom. Hoppácska, ne! Nagy rapperek pedig a gyermekek az utcákon, ki vagyunk kerülve. Jó vagy? Jó vagy? Összetölt a szemüvegem, érted? Most vettem. Sűrnek az állából. Hallod, hallod, most nem egy másik, gyere. Segítek fel, adok egy másikat gyorsan. Húzzuk fel, Leo. Úgy látom, nem megreged. Miért mindig a ticit bántják, érted? Meglátjuk, meglátjuk, attól függ, mennyire sírnak. Ó, szóra fájért, szédülök. Menjenek korábban meg. Szédülsz? Oho. Szédülök egy kicsit. Hoppá. Ez trauma lesz. Hoppá, lássa a gyűl. De az a baj, az a baj. De most mondom, mi a baj, Dillinger. De most én jót akarok a gyereknek. De az van, hogy nagyon szonyorú volt a gyerekkora, hogy patkány mérget evett, meg ilyenek. Patkányt nevelték állítólag. De ezt nem hívom. Az volt a játék, a patkány tetemek voltak a játékai. Egy olyan szobában lakott, ahol nem volt fűtése, és omladoztak a falak, meg fekete penész, meg minden, érted? Az előbb a szekrénybe laktam. És az van, hogy én elnégy vagyok, hogy persze, meg én adtam neki pénzt, meg segítettem, meg kocsikáztattam, érted? Hogy üljön már autóban, ne csak a hülye rollerével menjen, amint tudod. Érted, annak a kereke és penész, ja, segítettem, hogy beilleszkedjen, érted, kapott kis hátizsákat, most azt jelzi, ezzel menő gyerek, de nincs olyan pénz, érted, inkább nagyon van égve. Ez kurvára, nem igaz, mert csak elmondom, hogy kurva sok füvet adtam el ma is, érted? És abba vettem a napszemcét, amit az összetöltél. Most kell elmondani, hogy édes Istenem. Jó van, Cici, azért egy nagyon okos. Csak mondom. Sok füvet árul, akkor persze, hogy az is tégben. Jó van, gyereke, gratulálok. Jó van. De nem kábítószert, érted? Kertész vagyok. 17 éves vagyok, nem kapok még munkát, érted? Zimbész azt mondták, hogy köcsök kínai, takolódjál ki, érted? Kertészkedek. Nagy kilálom veszem, persze. Ha te tudnád, hogy én mit tudok, akkor lehet nem hazudnál így a szemembe, érted? De... Nem is a szemedben nézek, érted? Nem. Nem tud egyenesen nézni. Jó, nem tud egyenesen nézni. A szapkász nézem, érted? Senki szemében nem nézek, érted? Engem mi a tökömet nézse, nem a szapkász, a lendőr szapkász. Mi? Nem tetszek? Nem tudsz? Fész? Reszkedsz? Nem tudsz a szememben nézni? De most tényleg ez a fontos, 17 éves elütöttek, érted? Most ez a fontos lendőr, bár csak kérdezem. Én még itt vagyok a főpubban. Minden fontos, minden egyes részletre kitérünk. Értem. Börtönben a helye az ilyen embernek, érted? Jó, annak is egy füvetárosban állja. Annak is, kulván annak mindenki is. Mindenki megkapja a büntetését. Rendben, akkor kezdjük. Az Antal úr akkor kap egy fizikailag bántalmazott egy kiskorút. Kiskorút? Maga uram. De mi volt a kiskorút? 17 éves vagyok. Jó, Fehér Herceg intézheti a jogosítvány nélküli vezetést az úrnak. Meg egy gyűjtést kéne szervezetet. Gyűjtést kéne szervezetet. Gyilkossági... Gyilkossági kiszélet. Én próbálok egy feljelentést tenni rágalmazásért többször. Rágalmazás. Többszörös rágalmazás. Igen. Hát azok után, hogy előtte uram, tehát... Normális, hogy mész a börtönbe, tiszti? Másrészt utána azt kamuszta, hogy én meg is... Be vagy lukva, alkoholista vagy, lehet látni lajsod, érted? Annak köze van ahhoz, hogy én be vagyok lukva, hogy én teszekben hazudszik nekem. Hát úgy jutott illetve, hogy be voltál lukva. Melyiknek? Tudod? Hát a... Anti úrnak? Igen, Anti úrnak. Antal úr, hát az... Ugye fizikailag bántalmazott egy kiskorút, azt tudom. Rendben, rendben. Jó, akkor az úrnak jogosítvány nélkül... Jogosítvány hiánya. Persze. Illetve maga. Hát emberülési kísérlet, ugye? Nem, nem keresek, keresek. Ne, és akkor megkérem szépen a személyigazolványt is van. Csekek repkedtek. Mit írsz? Dillinger úr rendet tett, igazságot. Elítélt a gazságot, jogsugrók, csekkek, repkedtek, rossz jó, helyre tevődtek. Az ékezetes betűket most gyakorlom, Doki. Na jó, szerintem várjál, jó. Uram! Tici, Tici, ugye? Persze, Tici. Itt a Anti úr esetleg fenyegesse őt?
Akkor meg is vagyok a jelentésre. Állítólag leppele vagy van pénzed, érted? Nem azt mondom, hogy te csak úgy. Ilyenkor bakkal lefog. Telcin. Milyen leppele vagy? Van számod, érted? Kérdészt. Mi? Tudom, van számom, persze. 1, 2, 3, 4, hány számot akarsz, érted? Zeneszám, érted? Te mert most mutassuk egy zeneszámot neked, Cici. Persze. Itt helyben. Leptel vagy, nem? Ja, gyere arrébb, érted? Ne zavarjuk az urat, és megmutatom, érted a számot. Csállod, Cici? Persze. Te ezt a dílós panommal csináltuk, érted? Dílós panommal, érted? Hallod? Persze. Nem vagy no. Szüket? Nem vagyok szüket. Megbeszélték? Te megbeszéltük, ha? Jó, akkor. Köszi, Lendülbá. Bajban. Igen? Jó. Köszi, Lendülbá. Kemélyebb a szó, mint a külzik. Na, Tudja, nyomjuk neki, érted? Már lefőttél itt bátyat, csak húzzál haza. Keményebb a szó, mint a külszikra. Kevésbé égetve nálom a hőszikra. Levesbe vagy, ha megtégedve küldtek ma. Már lefőttél itt bátyat, csak húzzál haza. Legyom a fegyverem, amit kibaszott kegyetlen. Élvezem át is lép, ilyen rakja fejedbe. Ötletből tűbek kisebb, füstöt tervek. Pedig újabb ötletteim, mindig is lettem. Jó kedve kellek fel minden egyes alatt. De van úgy, hogy megteklő, hogy fel se kelek van. Instabil az élet, vannak hullám könyek élet. Biztos vannak olyanok, akik simán torrán lőnek. Nem keresem a bajt, ahol megtalálnak újok jel. Vannak olyanok, akiknek simán egy kapucs kell. Kutkában ütven állok, mosolyognak fülönek. Mégsem találom a párom, mert nem vagyok az ökjelek. Jó! Csá, a Dino nem gazdag gyerek, érted, de nem is csóró, de most éljük, érted, dönti nem a pokolból. Érted? Érted, Dillinger, érted? Nyomatom a szövegeket, lövöm fel a zenéket, mindenféle beszél, én simán szemben nézek. Felállsz nekem, felteszed a kezedet, felőlem is veheted a kibaszott fegyveredet. Itt nyerni nem fogsz, egy szóba megérthetted. Dírós panom most úgy illet érdetett a szövegével, meg a bítekkel. Barátkozz meg a sém a kavicsos ízekkel, mert azt fogod itt tenni, ha földre fogsz kerülni. Én a büntetést is simán le fogom műlni, ott vagyunk a téren. Találj be nyugodtan, de ne lepődj meg, ha az üdv a fejedem fukkat. Szabi vagyok bástya, az utcán megvan a helyem. Én a bajt érted, már szándékosan keresem az utcát, megyek. Rajta vannak a szemek, a rendőrök már messziről tuti megismernek. Csak megismernek, nem tudunk el. A biztos. Tökre ment terve, ganti vagyok érted, a pokolból felkelek. Ha beledöglök is, a szélre fogok törni. Hiába nyomod a gázt, a sárokba foglak belökni. Ha lenyom az élet, én maradok a padlón. Tudom, ha bezárul, valahogy van egy másik tökös kertet. Tudom, meg ha belénk állsz, elvesztetted a fogad, mert egy Lola, a szociális yeah. otthonban. Keményebb a szó, mint a külszikra. Kevésbé égetsz a tálom a hőszikra. Levesbe vagy, ha vett éget, meg főznek ma. Már lefőttél itt bátya, csak húzzál haza. Keményebb a szó, mint a külszikra. Kevésbé égetsz a tálom a hőszikra. Levesbe vagy, ha vett éget, meg főznek ma. Már lefőttél itt bátya, csak húzzál haza. Hát, mit mondjak? Tehát mint Pintiringer. Fantasztikus abus. Fantasztikus, nem? Én mindig is megértem, azért csinálod az ilyen huncutságokat, boltrablás, meg mindenféle. Itt van, itt van. Te labló vagy, bolt labló. Itt hogy az isték van, beérsz-e. Állatom, már lassan B megyek a boltba. Tudja az igazságot, tudja, hogy az utcán veszély van, nem bír. Ne süllyedjen le olyanra. Ilyen alkoholisták elütnek, érted, mint a piszti.
Igen. Persze, hogy még a járda is veszélyes. Egy szó, mint az a helyzet, látod, hogy Antal lassabb bémek a bótba, látod, hogy ránézek az elkövetőre, látod, milyen gerincfertőlése van, rá ilyen vékony sukárember, az már lassabb, már tudom is, hogy az Antal az. Milyen vékony sukárember, nézzünk, milyen korom van Dillinger, az a múltkor sitten gyúrtam rendesen. Volt idő, ez nem igaz. Nagy lepper, vagy is elszültad magad? Ez nem mi sem áll. Kamu lepper van? Köszönet kell mondjál nekem, értett a Antal, az ilyenekből ihletőt szélted, így írod a szélsorokat. Az ilyenekből így ihletődik így, mert az ilyenekből ihletődik. Nem értem, szóval valaki kemény lepper, meg minden bűnöző érted, azt mész írni? De azért figyelj csak, Cicsi. Nem sírtam, csak a Dillinger most itt nagyoskodik, érted? Most nagyoskodik. Most itt vagánykodik, mert van a fején most sapka, meg itt van jelvénybe, érted? De hogyha érted, nem, és egyenruha nélkül lenne, itt van minden. Kimehetünk akármikor a húr Antal, kimehetünk akármikor. Igen, kimehetünk. Mit mondtál? Jaj, nem merj rám, tudod mi vagyok. Hopp, hopp, húzok ki meg, jobbra, balra bújok, fogom a nyakadat meg, és végig bűdöm majd. Tényleg ezt gyakoroltuk a múltkor, Dillinger. Igen, gyakoroltad? Én is láttam ide. Az igen. Piszti, kikelülte, ez neked is szikülni fog Dillinger, sokkal fejlettebb vagy, mint ez a cöves alkoholista. Ja, Piszti, ezt kikerülte, aztán elfelejtett elugrani, és leszúrtam a Pistit. Aztán jöttek a kollégáid, aztán nagy puhahig keveredett, érted. Pedig csak gyakoroltuk, aztán jött a Tibi a macsétával, és azt is kikerültem. Macsétával? Aha. Ez katasztrofa volt. Hát ember azért, ne ennyi cibel elő gyakorolgassatok, itt adjátok az ilyen fiataloknak az ötleteket, hogy hogyan kell szórakozni. Ki adja, érted? Persze, azt kiadja. Magos vagy te így. Éppen nem én látom. Foglalkoztál, mivel foglalkoztam. Szerinted? Nem, én biztos nem értem. Tehát biztos, hogy nem. Nem szeretném megpróbálni. Ránézve a fizikumára biztos, hogy nem. Visszahatnád, mert a kocitba hagyta múltkor. Ez az én pulcim egyébként. Na, Anti, megkérek szépen. Tehát Anti, ugyan, nem, most nem érsz. Tényleg az én pulcim, emlékszel le három nappal ezelőtt, hogy négy? Mondtam, hogy ez a nyautvarú néz ki, ez az én pulcim. Csak. De hogy, de már te pulcsit, maradj már. Ott hagytam a kocitba, tényleg az én pulcim. Tényleg pulcsi van, komolyan. Most már, lófasznak is van vége, Anti. Ez urak, hogy gyermekkel lopjátok el, annyi pénztetek az igen, látod, de rajongók így csinálják akkor. Ott adnám vissza a pulcim, légy cím. Te, mert mi van ott? Dillinger nagyon jó RP-s lett el egy RP-s. Te mit csinálod? Gyorsan kérdőd. Anti. Te mit csinálod? Várjál. Ura. Gyere, mondom, érted? Elütött a Piszti, ez a kék ügy cáva. Te is mit csinálod? De, várjál, Anti, nem adod vissza a pulcimat? Be akarnak inni a zsekek, vagy csak izé? Nem, elütött a Piszti, az a kék hogy köcög. Ja, mert izé szólt az egyik izé spanyom, hogy itt van. Szólt spanyom, hogy izé. Csárokkerem. Itt vannak egy rendőrök sokan, meg izé itt vagy te is gondol, azt mondom, be akarnak vinni rá. Elütött a Piszti. Te jáldán. Azért öltöztem így ki, érted? Izé, kell ügyvéd, bazag, akkor jövök. Persze, király. Na, megvan az álló? Fiú, még. Nincs mellé, raktam és még közben üzletelek. Értem, semmi baj, cölögél. Jó, oké. Cölögél és szívom. Várjál, mindjárt rákérdezek, mert itt kérdez, lehet, kérdez. Hogy tudok gyorsabban intézni. Persze, kérdezz. Mástól, jó? Megvál. Köcök Piszti. Szét fogunk szulkálni. A nagy X6 öltöny. Jaj. Hogy megy a paradox? Ha ho. Azt mondja, a Dol Tony Mödve. Ásírok az emberem mindjárt meg rákérdez, aztán jó. Király. Meg kell védenem, érted. Ja, hogy neked kell? Persze, nekem kell, érted. Le fogom szulkálni ezt a köcök Pisztit, érted? Faszom ki, a normális? 17 éve szök szétel, az előtt normális? Igen, Móres lehet tanítani. Királyság. Leszulkálom. Szulkálod? Persze. Így csinálják a utcán, nem gangster. Figyelj, én másod csinálom. Hogy csinálod? Mindjárt adok valamit. Hektort már megint kergetik! Én így csinálom. Te normális vagy? Azt te tudom, melyik oldalán fogja meg, érted? Gyorszanlag vissza. Normális vagy? Múltkor egyszer volt kezembe, érted? Kulvá, még attól is féltem. Azt te tudom, melyik oldalán kell fogni, érted? Látod? Tőlem ezért fél. Köszönöm, Jocán, puszillag. Rám sem mernek jönni. Persze. Húzz gecizek veled, érted? Kuccolok, érted? Teljesen kusz van. Aha, milyen lazán megy. Szerintem megvan a késed. Király.
Beszélek a Pisztivel, érted, elmondani, hogy pocász meg, milyen minden ilyesmi. Hoztam olyan ajcit, azt leszúkálom a gecibe, érted? Menjünk, menjünk veled oda? Lehet, majd kell, érted, csak még nem most, nem most, még folló a talaj. Kulva folló. Kulva folló még a talaj. Ezt még megválom. És akkor most jön a cucc, vagy hívsz, vagy mit tudod? Hát szerintem várja, mindjárt felhívom. Mert már megy el. Pistit fogom leszúrkálni. És rákérdezik, hogy most mi érte. Akkor izé hozz egy másikat. Most mész érte? Pistit fogom leszúrkálni, geci. Akkor intézünk egy másikat. Mert messze lakok. Semmi baj. Cölöksz majd? Megyek a pizzába, szeleltet. Jó. Cá. Ja. Szávasz, Mater, mivel tudom segíteni? Szia, szia! Cá főnököm, érted, szalamotól, mert Antti szétlugdozta, és a lámpa is hiányzik, érted? Hát figyelj, ezt szemügyre kell vennem, mert a diagnózikát nem szok rádugni, jó? Persze, szemügy le, érted? És így mennek ezzel a golfa, a geci hangszoros golfa. Lopi szakember, Pálya Telci. Cá! Na, szia! Na, nem sokára hozzák, gyere, jó? Oké, szietek, cá! Oké, csá! Mennyivel tartok szakember? Figyelj, 1.50-ös lesz, Pater, jó? Nem volt nagy baj. Persze vett ki ebből a szatyolból? Azt a kurva! Ah, bocsánat! Passz meg, majdnem elütött, Norma! Passz meg, Tibi! Murphy a szob lenne a faszomat! Az ég, csak mondom, hogy az robban mindjárt. Jó vagy, bassz meg. Úristen. Az ég. Úristen. Az meg, Murphy. Ez azt is, ott is meghalt. Jól vagy, ez pici. Hogy? Pici, jól vagy? Ez nem hiszem el. Úristen, hívok neki mentőt. Ne hívjál már, létsz egyet. Meg egy ezért is. Mit? Tűzoltót? Hát, szerelőt mondjuk. Szerelőt. Úristen. Csak mondom, hogy ég a motor. Csumizsra. Jól vagy, Tici, segítsek felállni? Ne, kurva jó, én most leszek így cipelni, nagyon jó. Jó, oké. Hú, bazd meg, hallod? Látsz még? Még kisebb a szeled, mint volt. 10 perce feküdtem a földön, érted, de Piszti. Piszti elütött, érted? Pont leesett a CD-tokom, aztán kerestem a földön. Fáj a szegem, Istenem. Csasz összesz, Tibi, bassz meg, hova sietti egyet? Hát nem mentem gyorsan, szerencsére. Szia, Girappa! Nem menti gyorsan, észre se vettem. Hívtam mentőt. Észre se vettem, bassznak, hogy jössz. Nincs bokád, Murphy. Nincs rajtad bokád. Nincs bokád, bal. Hát ez... Kulván a fej élted. Na, Benny? Kipasszós. Én is ezt mondom, előbb feküdtél, érted? Pécs elütött a piszti, az az alkoholista, a pedofil, érted? Na, igen, tudom melyik az. Elütött a piszti, érted, és nem ment börtönbe. A járdán elütött, érted? És most megint előttnek, Isten elleviszém el. Jó, hát akkor én mennék, jó? Jó van, pacikám, jó éjszakár. Jó? Most csinálhattam meg a motoromat, érted, és... Hát fizeste ki egy kis pénzt. Csomorulnak a motorjába, mi lesz? Mindig én etetem, sajnos már. Figyelj már, hallod, csávó. Tudok neked utalni? Mit gondolsz? Persze, itt a telcim, nézd le a... Nézd le, mi a boxával, mi érted? Kérem, már láttam is. Három ezer, megérted? Te tessék. Add vissza a telcímot, éj. Csán, most... A telcím... Csumisnál. A telcímot van. Ott van nála a telcím. Hogy van nála a telefonom? Ne, odaadtam a telcímet, elmentem viszi a telcím. De hogy van, na jó van, nálam van, de kell hallod. Pécsnek szeretném, ha örökbe fogadni, és akkor te lenni a kikor, mi se 70-ek kina.
Hallod? Tényleg elvettem a telefonját amúgy. Mekkora gengszelek élnek itt érte 17 éve szektor ellopnak a telcímet. Hallod? Add már vissza légy. Jó, Beni. Hallod? Hát de baj, hát miért lopsz egy ezek kiskorú kis tőle? Hogy jó van itt a telefonja, mondjátok meg neki, hogy bassza meg a telefonját. Ezt hallottam. Tudom, mit ki ez a köcög, Péc? Péc, ki ez a köcög? Csomika. De nehogy átmenjek még egy motoron. Ó, Péc. Erre, odaadom. Szeretném Péc önökbe fogadni, és akkor te lennél a stepmamom, élted? Stepmamom, mi a fasz? Tessék, ott odaraktam a... Hát, ha már a Olvosis botta jön, ott már probléma van, Péc. No. Olvosis botta jön, ott már probléma van, Péc. Le fogok nyomolodni, mire 18 éves leszek, érted? Hát most már csináljál valamit. Le fogom szurkálni a pisztit. Le fogom szurkálni, érted? Nem, jó, azt... azért ne legyél ennyire. Nem, azért. Elmondom neked, kurvá, elmondom, azt melyik a Pablóhoz, ezt panom, ezt veszem a kész, ezt leszurkálom a pisztit. Mert azt mondja, hogy össz-vissza hazudozik, érted? Meg előtt az... szétállok a járdán. Szétállok a járdán, érted? És előtt érted, és be van baszva, érted, alkoholista. Engem úgy basztak el, azért járok ottől. Úgyhogy most leszulkálom. Ez van, kész, végem, érted, már nyelem a szalt, érted, és csak a szalt nyelem. Aha. Köci doki, nincs egy nyalókát? Igazán nincs mit. Nyalókát? Milyen nyalókát? Hát te függ. Eplesz mánász. Persze, megkóstolom. Megkóstold meg, mert utána nem veszem be a számba, érted? Jaj, jó, oké. Péc, hívt nekem, hogy szelelőz? Persze. Már hívtunk, nem? Majdnem ütöttél a bocsolatok, élt. Bocsi. Semmi baj. Már elindult. Nem terveztem. Hívják szerelőt? Nem, nem, már elindult. Telhez vagyok, magam élveztem, érted? Aha. Mit fej, mit fej? Ez jó kérdésem lenne, hogyha belélveszem saját magamba, akkor lehetek telhez? Nem, mert férfi vagy. Értem? Elméletileg. Csak egy spanom mondta, érted, ez fél, majd szólok neki, érted, felhívom telcin. Asszal megyek, köszönjük, hogy érted. Egy vagyok. Ez fáj a szeggem nagyon. Megmasszírozod a szeggem? Ahogy masszírozom, vagyok én baszki. Nagyon fáj, érted? Belelugott a szeggembe. Csak nem. Nem szeretné hozni a szeggemhez? Hát most bérfogdossam a te seggedet, hát baszki. Péc, hát van ma. Egy spanom, érted? Van egy spanom, igen? És saját... saját... saját magába él. Micsoda? Van egy spanom, érted? 16 éves, és saját... Igen? És saját magába élvezett, érted? És azt kérdez, hogy lehet elhez? Nem tudom, de én megnéztem a Gucci táskát, érted, ha te is így elélveztél, nem-e nő ott valami kis embryó, érted? Semmi, nem tudom, hogy érted, a spanom kérdeztem, mert bennem megbízik, érted, és mondta, hogy ne létszem ki. A barátomnak kell az info, vagy neked, érted? Persze, nem szégyen itt, érted? Persze, hogy nem szégyen, bármikor elmondanám, érted? Ja, jó. Szóval lehet, de mindegy, azért. Jaj, ne is ott. Nem tudom, hogy halászlét érted, bedobtam a táskádba, csak hogy... Köszi, ez vagyok. Ha már embrió van, akkor legalább ne hajjon éhen. Persze, majd odaadom neki, érted. Jó spanom, jó gyerek, csak... Milyen kis fiatal, érted. Kurvára fingaszint az egészről, érted, csak tengleng, érted. Hát mindannyian voltunk fiatalok, érted. Persze. Na, hol van a szusz? Péd. Ajzé, híd alatt szerintem. Híd alatt van a szusz? Király? Várj, legyen. Szétan. Jaj, ezt fogom kérdezni... Csáááá! Ezt fogom kérdezni amúgy az orvosoktól, hogy van egy spanom, a rendőröktől. Hááááá! Jaj, van egy tiza... Jaj, ez jó. Ezt fogom kérdezni, geci. Jaj, kifolyt a könnyen, bazd meg. Jaj, Istenem. Ezám, barackó! Na megjavult a TS, hogy mi a faszon? Azóta, hogy itt vagyok a... Alig várom, baszk, hogy fűzzelek, itt vagyok minden nap, az sehol nem vagy. Péc, biztos, hogy nem lett el ez?
Biztos, hát most ahhoz kell egy lány is, meg kell egy fiú is, hogy terhes legyél. Kurva jó tírvezet, érted? Hát de, na, csak a lányok lehetnek. Várja, telci. Figyelj, itt vagyok publik előtt, jó? Szietek, Pablo, cá, szietek. Mindig nem jó, baszik, ilyen nincsen. Valaki nem tud elzárnak megoldást. Tényleg Discordon írjatok már rá, baszik, egyszerűen nem jó a TSS. Se gépres is, semmilyen beállítás. Eliott is, Killes is segített neki. Egy is ugyanaz, amit mondtam. Hű, itt van valaki, basz meg. Mi a faszom, mit várnak? Vagy mi a fasz? Csá, gangster. Hello. Cájsz, srác. Iszméletlen személyből kérted, nem talci szúmi. Hát nem. Szia, teknős. Hol de most sem találkozunk rendben? Persze, nem szükséges. Van nálad pénz? Nincsen. Van, szokzé van nálam. Na, akkor egy 5000-et kérnék, hogyha... Halló, és akkor tudok neked adni. Arról jöttem. Tudok neked adni egy jó kis árut. Király, itt az összes zeton biztos elég. Hát ez nem elég. Kurvára nem elég? Ez mennyi kell még? Hát figyelj, ez még nagyon sok, 258-ot adtál. Az sok. Hát figyelj, 5000-es, azt tudod mennyi? Elmondta Szabi, bazzik, ne, majd megyek be a streamjébe, majd meg... Segítsek, meg 3 darab nulla. Szok. Persze, el kell venni Z-t, vagy most utalja, miért te, a gangszelek nem utalják pénzt. Ez a készpénz. Figyelj, akkor odaadom neki, te meg odaadod nekem. Jó, király. Jó, hogy itt akkor ne tartsuk fel itt a gangster urat, jó? Elmészünk. Na, itt van nálam. Fiú! Én fiút érzek, Szabi, fiút! Istenem, Rizának gyereke lesz, ez olyan jó ír! Visszaadom neki. Meg akkor add a... Pakodba a bucitatjába érted, csak vigyázz el eledeti! Nem gyűröm meg, nem tépem szét nyugi. Fiú! Rizának fiú lesz. Belrejtettem egy kis ilyen finomságot is, jó? Köszönjük, és akkor most... Gyors talpaló. Mennyi a labja? Hát azt nem tudom. Várj, most mennyiért vettem, érted? Hát 5000-ért. 45-öt. De dalabját mennyiért vettem, érted? Mennyit adtál neki? 45-öt. Én nem tudok fejbe számolni, figyelj. Én csak így otthon kiszámolom papíron, érted? Azt odaadom. Ádámom, de jól esett. Mennyi hát, szépet mondtatok nekem ma? Jóért adtad darabját. Hát akkor egy ilyen 150-ért szerintem csinálni. Szuper. Ja, az úgy megfelelő várja. Szigencsel. Majd nagyon szép. Én veszek ki, jó? Kimizlak. Jó van. Nem tartisztunk. Ádám, mennyi szépet mondtatok volna nekem? Újra megtehetem, hogy suboljak valakire, és továbbra is te vagy a legszórakoztatóbb és legjobb arc. Mennyi szépeket mondtatok ma nekem, meg kedves dolgokat? De pénz... segítek levenni a zsét, jó? Jó, persze, pénz, ez a gengszer lesz volt, nem? Azért büszke persze. Vagy lám? Na persze. Azért már nagyban nyomolok, érted? Itt egy klossz motor, na mindegy. Az enyém, csak ide dugom el. Kurvála benne ők a bizniszbe, érted? Ahhoz képest, hogy fotel kibaszott egy hónappal ezelőtt, azért kurvá nyomolok, érted? Tudod mit adtam? Egy nagypapit, érted? Akkor a szukkel volt. Geci. Akkor a szukkel volt. Azt egyszer hallottam itt tüzé, itt túrtak valamit vele. Úristen, bazd meg. Akkor a szukkel volt a buctaszkán, még lehet kicsit ki is szakította, érted? És lementem én a glubla. Úgy látom, hogy nem. Lementem a glubla, érted? És azt mondták, hogy wow, mi ő? Úgyhogy én szerintem kurva nagyon nőttem a szemükbe, érted? Várj, telci. Na. Cá, 2 perc. Jó, oké. Okay. Eszkü, cá. Köcike. Nagyon szívesen, mi is köszi. Tényleg nem, mert te lesz, biztos. Biztos, hát jó. Figyelj, Tici, most elmondom neked, most azért, hogy a lányok lehetnek terhesek, érted? Értem. Ahhoz, hogy terhes legyen egy lány, ahhoz kell egy fiú is. Szó, geci. Hát, mondjuk először szeretet, meg szerelem, meg ilyenek. Szerelem. Igen, persze. Tudod, szeretni kell a lányt, a lánynak is szeretni kell téged, meg kell bíznotok egymásba. Ez akkor a mutel miért nyelt le szokgecit, mikor nem is volt szerelmes, ezt nem értem. Hát ez... Halló, sziasztok. Csá. Hát figyelj, az egy ilyen... Hát munkának mondják. Értem. Kulva. Hát igen, az egy munka. És akkor ő nem volt szerelmes, csak... Hát ő azért... Hát ő azért csinálta, hogy keressen vele pénzt, és hát most az, hogy te megszülettél, az meg nem a te hibád, érted? Persze. Figyelmetlen volt. Ennyi. Na,
Így lehet csak. Értem, szokjuci. Na, tarcizunk majd. Jó, rendben, vigyázz magadra. Csinálsz egy szendvicet? Pont van nálam egy-egy. Túliszta szalámisz? Hát marha húsi van benne, nem jó? Az is jó. Kapsz egy kopölt is hozzá, jó? Szokpuci. Nincs, pucika. Pucika. Cáhektól. Semmi, állulok, veszek, érted? Állulok, igen, veszek. Igen. Nagyon jó, és elmondom neked, Hektól, hogy a piszti be volt lúgva, érted? Első szólban meg akart fogni a pöcöm. Másod szólban szétálltam, vagy állal, és elütött. Most normális, 17 éves gyereket elüt hátulról. A fizetes kivel érted. És elmondom neked, kurva le fogom szurkálni, most veszem meg hozzá a kézt. Nagyon helyes, jól van. Meg ezt leszurkálom, érted? Jó van, nagyon helyes. Azt hallottad, hogy az utcán a Glue Sleeten alattam egy nagy papit, érted? Igen. Azért már nagy bótozom, érted, Hektól? Ez mondjuk már komoly biznisz. Persze, az itt már azért lesz név, érted? Persze. Ja. Jó nyomod. Jó van, okés. Cumizlak, Hektól. Cumi. Csá. Megtolsz egy kicit? Mi van? Bocs ez? Semmi. Cumizlak, kicit. Na mindegy, nem tudok most erre már nem. Hali, már. Cápa, mit állok már egy perce? Fánkukám? Hát a public közepén élted? De gyere ide ki, ahol a Mini Cooper meg a Ferrari van. Persze. Mostan így kéne valami működni. Cá, mennyi zé? Hát be faszomba meghívtalak rá. Várj, van nálam zé, gyere odaadom össze a zét. Oké. Okay. Személyünk színjen, élted? Ez az összes zén. Melyek leszúrkálom azt a gecit, érted? Megyünk a narkóba. Mi nem talciszunk. Nem. Magyar közvetítő, nem rékezt el. Anti mindjárt előtt, te tudtam, direkt be. Tudtam. Tudtam, geci. Szerencsétlen. Direkt, tudtam, hogy előtt. Büdös életbe. Jól vagy. Anti, baszki, nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. De mi? Mit csinált ebben szerencsétlen Anti? Tele vagyok, geci, metamfetaminnal! Bazd meg! Ja, igaz. Zomikám, de édes vagy, nézzétek Zomikámat! Zomikám, hogy köszönjél meg ezt a sok ajándékot? Aranyos vagy. Tényleg köszönöm szépen. Nem vagy cipi alatt. Járnám, köszönjük. Jó, ne vinyogjál már, kiroppantson a gerincet. 10 perccel ezelőtt ütött el egy cávó, hogy fehér melcivel élted. 10 perccel ezelőtt feküdtem élted a földön, ma már... Fél óra belül harmadjára ütik el. Bevisszünk a kórházba. Megbántotta a cicát. Pityu, segíts, cél már, Pityu. Ez a cávó folyamatosan ki akar nyílni. Megfogd. Most szerencsétlen, nem tudom, érted? Egy cávó elütött ma, érted? 10 perccel ezelőtt. Jó van, nem segítettem neked? Gyere, figyelj! Gyere, nézd! Te segítettél, érted? Csak egy helybe álltam! Gyere, nézd! Hozom a motorodat, érted? Nem, hanem adta. Drága Domikám, aranyos. Na, nézd meg, felállítom a Nissan motorodat. Érted, csak tiszta kalc, érted? Tessék. És akkor most még lámpaszincs benne. Üljél be, most terigyél. De kicsült a lámpa. Jó van, gyere, kifizetem a szerelésedet, érted? De most... Figyú, már lépnem kell, jó? Jó legyél, Anti. Adj egy puszit. Te adnál, úristen. Te buszi ez a tiló. Na, csumi. Szívigyelek el akkor? Csá, nem a cicikkel van a baj, hogy kint van a cici, az a nincs. Csá, jó van, csumi. Ha valami szét adjál. Valami szét adjál, érte, tiszta kalc. Ugye, tiszi, kifizetem neked. Csak már cicsát, adok pénzt, érted, adok pénzt. Kulvál a fájt, érted?
Kurva a fejsz, elmegyek a picába aludni, nem hiszem el. Tessék, kérted, legyen jobb kedved, érted? Antiváliál lehet egy személyes kérdés? Lehet. Nem állulod le senkinek. Na. Van egy spanom, érted? Mindig hallasz, hogy tanyázni, érted, a glue van. Igen, ki az? 16 vagy 7 éves, vagy 5, 15 éves. Szándolnak hívják, Sanyi. Sanyi. Jó, Sanyi, azt te tőlem kérdezsz, érted, mert nem melész. Tehát saját magába élvezet is lehet elhez? Tudod, mit csinált saját magába, tudod? Belélvezett saját magába, és de szeretni tudni, hogy lehet-e telhez. Szerintem kajakra lehet telhez. Szerintem amúgy mondani kell. Amúgy anti micsoda? Csá, figyelj, Tibbe is tűnt valami szar, ja. Csá, Tibbe is tűnt valami szar. Biológiai megtanították, hogy amúgy ez lehetséges érte. Van ilyen érte. Tehát Jézus Krisztus hogy született? Nem tudom, hogy született. Tehát magában lett terhes a nő. Szóval akkor a saját magába beleélvezett, hogy lehet telhez? Csá, simán lehet. Simán. Bocski. Én húzok a pizzába. Tehát csumi. Na, menjek. Mész, jó. Cumizlak. Csá. Csá. Fáj, kurván a szeggem. Nem hiszem elérted. Csak jussak haza, bazd meg. Libi megint, a Libi. Csá, Libi! Na, akkor mi ez? Ez egy divatos öltözék. Csá, Libi, mi a helyzet? Már megnyit vagy? Már megnyit vagy, Libi? Melyik a pizzába? Császtok!